a meglévő értékek megőrzését és a környezet tudatosságot tűzte ki új céljául a Paksi Atomerőmű egy új pályázatban. Vendégünk Iványi Krisztina, kommunikációs tanácsadó a Paksi Erőműtől. Szia, köszöntünk! Sziasztok! Mi is pontosan ez a pályázat? Miről van szó? Október 5-e óta fut egy olyan pályázatunk, amit csináld magad alkotóknak, értékmentőknek, értékőrzőknek, barkács őrülteknek hirdettünk meg, azzal a szándékkal, hogy ami egyébként az utcán, a szemétben, a tűzben, a szemétlerakon landolna, bútor, régi tárgy, hagyaték, pincében talált valami, az ne kerüljön erre a rossosra, hanem újítsuk fel, fessük át, csináljunk egyikből másikat, és aztán mutassuk meg ezt a képességünket a világnak, mert ezzel nem csak a környezetünket óvjuk, hiszen ami nem megy tűzre, az nem szennyezi a levegőt, hanem kielhetjük a kreativitásunkat, és nem mellesleg, akár pénzt is spórolhatunk, hiszen minden, amit magunk csinálunk meg, talán kevesebbe kerül, mint ha szakembert vagy mesterembert hívunk hozzá. Nem nagyon belterjes ez? Mármint a pályázat, úgy értem, hogy ha én nekiugrok egy szekrénynek, és azt én át akarom alakítani, az nem így van, nem? Tehát, hogy ahhoz kell valami fajta ilyen, hát nem azt mondom, hogy előképzettség, de legalább valami nagyon erős igény, vagy valami, hogy azt, hogy én hozzá merik nyújt, tehát, hogy mivel festem át, mennyire merem megcsiszolni, mit merek vele csinálni. Ha már a kíváncsiság és az igény megvan, akkor azt tudom mondani, hogy a legnagyobb közösségi portálon számos olyan csoportot lehet találni, amelyben bútoralkotók, hobbi, amatőr emberek segítik egymást, és ezek nem néhány száz fős, hanem több tízezres közösségek, amelyek pontosan arról... Első lépés, fogj egy hőlégfúvót. Na, amennyiben szükséges a hőlégfúvó, akkor fogj egyet. Ha esetleg nincs otthon, mert ez azért nem minden háztartásnak alapkelléke, akkor azért tudunk még olyan praktikákat mondani, amivel a festéket egyébként gyorsan és viszonylag hatékonyan el lehet távolítani. Mondjuk a csiszolást nem fogod tudni megúszni. Szóval vagyunk több tízezren, akik nagyon szívesen segítünk mindazoknak, akik kíváncsiak arra, hogy hogyan álljanak neki a konyhabútort átfesteni, vagy éppen a fürdőszoba csempét. Mi lesz ezeknek az átalakított bútoroknak a sorsa? Hát legtöbb esetben ugye mindig annak az igényét szolgálják ki, aki egyébként ezt átalakítottam, hiszen az alkotótársaim többsége, mint hogy jó magam is, a saját háztartásom igényeit szolgálom ki. Aztán akinél ez tovább burjánzik, mert annyira elkapta a hív, az szépen telepakolja a garást, meg az udvart, meg a padlást, meg a pincét mentett lomizásból, lomtalanításból összeszedett bútorokkal. Ezt tapasztalatból mondod? Ezt tapasztalatból mondom, igen, bár én igyek valamilyen módon önkorlátozni magamat, illetve sok tárgyamat elajándékozom inkább, mint sem, hogy a helyet foglalja, mert hogy a szenvedély el tud uralkodni az emberen. De be kell valljam, hogy nagyon sokan vannak már olyanok, akiknél ez a hobbi élethivatássá vált, és az elmúlt néhány év alatt megszerzett tapasztalatukat már úgy tudják kamatoztatni, hogy a maguk által felújított tárgyakat akár értékesíteni is tudják. Jó hangzik. Az első három szekrényemet szétvertem egy baltával. A végén a negyediket pedig már megtartottam, mert annyira jól sikerült. Nem érdemes szétverni. Ha ezekben a csoportokban körülnéztek, akkor zseniális dolgokat láttok, hogy kis bőrömből hogy lehet asztalt csinálni, hogy egy hangverseny zongorából hogy lehet egy komplett gyerekszobát úgy berendezni. Jó, én abból polcot láttam nagyon jót. Ilyen polcot zongorából. Csinált belőle, meg kis asztalt, meg konzolt, meg szekrényajtót. Elképesztő dolgokra képes az emberi zsenialitás. És hát mindenkiben van egyfajta kísérletezési vágy, és mivel itt nagyon nem lehet elrontani semmit, hiszen nem sikerül egy festés, lecsiszolom és újra festem, ezért olyan igazán nagy kockázat azt leszámítva, hogy az ember ideje esetleg odaveszhet nincs. De ennek inkább a jó meg a szép oldalát érdemes látni, mert az olyan jó, amikor teremtesz, alkotsz valamit, és utána az a dolog úgy ott van veled, és ha még tudod, hogy ez a teremtett érték, ez már egy korábbi érték, ami esetleg hoz magával meséket, történeteket, olyan sorsokat, amiket te nem ismersz, de hozzáképzelheted, akkor valaki másnak az energiáját is megőrizted úgy, hogy beletetted a tiedet. Nagyon szeretem, én még bátorságot nem vettem ahhoz, hogy így csak bútor, de ezeket a honlapokat, blogokat úgyis éjszakában nyúlóan tudom nézegetni. És ha jól tudom, egyébként a Paksi Atomerőműnél hamarosan, vagy hát egy általatok lesz egy árverés, amivel bizony jótékony célra. Igen, tegnap elindult ez az online jótékonysági árverés és adománygyűjtés, amit ez az Alkotó Energia pályázat, illetve az abban résztvevő... Tök ötletes név az Alkotó Energia, ez jó? Ami tetszik. Mindenkiben megvan, ugye? Szóval ez a pályázat hirdette ezt a jótékonysági árverést,
a tárgyak, amik árverésre kerülnek is, a pályázat alkotói, illetve jó szándékú bútorfestő, tehát magánszemélyek felajánlásaiból kerültek ki. Ezeket lehetőség is van Pakson megtekinteni, és jövő szerdán 10 óráig lehet rájuk licitálni, de aki esetleg nem szeret licitálni, de szívesen segítene, ő tud egyszerűen csak adományozni, akár online, akár majd fizikai módon egy gyűjtőurnába. Lesz egy roadshow is, amikor elmegyünk azokhoz, akik segíteni szeretnének, de esetleg nem tudnak eljönni hozzánk. Szeretnénk segíteni Fejleszternek, aki egy 10 éves paksi kislány és ifjúkora ellenére most már 2 éve küzd a rákkal, és a családját is, hát azért megviseli ez a 2 éves gyógykezelés. Van egy kis testvére is, akivel nagyon régóta nem, vagy csak alig látják egymást, ugye a család szétszakadt a kezelések miatt, és hát most remény lenne arra, hogy talán a karácsonyra Eszti haza tudna jönni Paksra, és újra egyesülhetne a család. De hát további gyógykezelések várnak rá, ugye olyan életkörülményeket kell számára teremteni, amik biztosítják az ő jólétét és gyógyulását, úgyhogy ő érte fogtunk most össze, de szerencsére ez Pakson nem egyedi eset, mert hogy a közösség időről időre megmozdul Esztiért és másokért is. És egyébként ezeket a cuccokat felpakoljátok a netre is? Tehát, hogy aki mondjuk nem tud elmenni személyesen Paksra, az meg tudja nézni a neten? Hogyne, ezen az árverési weboldalon megtekinthetők a tárgyak, csak 3 tárgyunk van, hogy ne menjen nagyon szét ez az adománygyűjtés, de végkörben van fotózva minden, meg lehet nézni, méretek, a készítés technikáját, a felhasznált anyagokat leírtuk. Esetleg, ha valaki megveszi ezeket a tárgyakat, mondom, környezetbarát, bababarát anyagokkal készültek a tárgyak, úgyhogy nem kell aggódni, mert ha gyerek véletlenül elkezdeni rágcsálni a tükröt, semmi baja nem lenne tőle, hiszen gyermekbarátok ezek a krétafestékek, amiket használunk. Szép kezdeményezés, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én neki esek otthon a szekrénynek is majd. Egész bátran.